Köszöntöm kulturális magazinunk nézőit, Deli Kinga vagyok. Lássuk, mit kínálunk a következő percekre. Nagy volumenű produkcióra készülnek a Babics Kulturális Központban. Bobán Márkovics szórakoztatta a paksi lakótelepen élőket. Két bemutatóval készül a Német Színház. 6 évtizedes fennállásukat ünneplik a tamási fúvósok. Két bemutatóval, egy különleges projekttel és számos iskolásoknak szóló produkcióval készül nyárig a Szekszárdi Német Színház. Az elmúlt időszak olyan lehetőségeket adott a színészek számára, amelyekben kipróbálhatták magukat másképp, mint a hagyományos színházi közeg. Locz Katalin igazgató szerint mindez edzésben tartotta őket, így ha a pandémia végleg elvonulna, készen állnak komoly darabok bemutatására is. Követelem, hogy azonnal tegyen valamit! A gyerekek számára volt nyitott a Szekszárdi Német Színház idei első előadása. Az elmúlt év olyan változásokat hozott a teátrum életébe, mely újfajta szakmai kihívást jelentett, hiszen a megszokott színházi közegben sok esetben nem lehetett produkciókat bemutatni. Sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, néhány ránccal is, de tehát elsősorban rugalmasabbak lettünk, tehát most megtanultunk gyorsan reagálni a változó helyzetekre, gyorsan kitalálni BCD terveket. Tehát megtanultuk használni a közösségi média és egyéb online felületek lehetőségeit sokkal jobban, mint eddig. Azt gondolom, hogy az iskolákkal, oktatási intézményekkel sokkal jobb kapcsolatban vagyunk mostanában, mint korábban voltunk, és jobb az oda-vissza kommunikáció, hogy mire van szükségük például. És most például január-februárban egy olyan projekten dolgozunk, aminek egy része audio verzióban kerül rögzítésre, és így is fogjuk majd a nézőket fogadni, hogy kis fülest kapnak, és akkor úgy megyünk nem csak itt a színpadra, hanem külső helyszínekre, kisebb csoportokban. És mondjuk pont ez a darab, amit most készítünk, az a magyarországi németek kitelepítésével foglalkozik, és ennek apropóján egy olyan... Azt mondom, hogy projektet kezdünk el, mert nem klasszikusan egy színpadi darab, amit múzeumokban is tudunk játszani, illetve múzeumokban is el tudunk vinni. Ha azt mondom, hogy mit szeretnének az oktatási intézmények, mire vágynak, ők is az élő élményre vágynak inkább. Hát két évig most online tanítottak, szerintem mindenki a szemtől szembe dolgokra vágyik. Nagyon sok olyan ilyen kisebb formátum produkciónk van, például a zsebmese sorozat, vagy zsebszínházi sorozat, ami kifejezetten óvodák, iskolák osztálytermeibe való, és pici díszletigénnyel két színésszel játszuk, interaktív, a német tanulást is szolgálja a szórakozáson kívül, és nagyon-nagyon népszerű, tehát nagyon sokat mentünk ősszel, amíg lehetett, tehát a szeptember, október, november hónapunk az nagyon erős volt. Minden kísérlet sikere ellenére az élőművészet a legközelebb a szívünkhez, mondja Locz Katalin. Azt nem írja semmi felül, amikor a színházban egymásra talál színész és a közönség. De edzésben kell maradni, és ehhez most új utakat kellett kitalálni. Meg kell találnunk azokat a metszeteket, ahol más művészetekkel mi úgy tudunk együtt működni, vagy más technikákkal, ami még mindig a színházi élményt hozza, vagy pedig lehetővé tesz, hogy a mi színészi tudásunk egy másik formában is csillogjon. Ez egy nagyon nagy kihívás, és nagyon erős, nagyon-nagyon kell egyensúlyozni, hogy megmaradjon a mi közösségünk, megmaradjon a színháznak a szeretete, megmaradjon az, amit mi a legjobban tudunk, de meg kell keresni azokat a formákat, amiket ebben a helyzetben is biztosítani tudunk. Tehát ebben a vírus helyzetben, amikor nem lehet együtt sok ember egy zárt térben. Azért nem félek azért annyira, hogy elveszik a varázs, vagy elveszik az egész, mert most a semmihez képest adunk valamit. Tehát, hogyha majd túl leszünk ezen, és újra működhet a színház, én azt gondolom, hogy mindenki örömmel fog. Én optimista vagyok ebből a szempontból, én azt gondolom, a nézők is örülnek, és hát mi is nagyon, hogyha újra együtt lehetünk egy nagy térben, és mehet az élő művészet, és az a hatás, és ami visszajön a közönségtől, és ez az oda-vissza kölcsönhatás a nézők és a művészek között. Amellett, hogy új tag keresése zajlik, a színház gőzelővel készül arra, hogy klasszikus formák között találkozzon a közönséggel.
Ez két bemutató formájában valósul meg, melyek nyárig színpadra kerülnek. Tavasszal, nyáron klasszikus színházi projektekben, darabokban gondolkozunk. Tehát két előadást tervezek még erre az évadra. Április végén lesz egy bemutatónk, egy vígjáték, valószínűleg egy klasszikus, még nem teljesen egyeztünk meg a rendezővel, és június közepére pedig Ödön von Horváthnak a munkásságából egy szeletet ragadunk ki, és egy olyan zenés estet készítünk, ami az ő műveivel és a kortárs művekkel, az ő korából a kortárs művekkel foglalkozik. A színház több szabadtéri előadást is tudhat maga mögött, és ezek sikere sarkalja őket arra, hogy az idei esztendő tervezésében is ezek szerepet kaphassanak. Hát talán a csodálatos égbolt miatt, hát a barokkos alkonyok miatt, hát talán az itteni levegő íze, illata miatt, hát talán az itteni magyar ételek íze miatt, vagy talán az itteni völgyek szépsége miatt, vagy az itteni völgyek szépsége miatt, vagy az itteni dombok és hegységek miatt. Még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, talán tavaly nyáron talán 3 előadásunk maradt el az időjárás miatt. A 20-ból körülbelül. Jól működik, nagyon szeretjük a Vármegye háza udvarát egyébként, tehát ez egy nagyon szép kültéri helyszín, vagy szabadtéri helyszín, jó a hangulata, van egy külön varázsa, és hát ugye a biztonságot adja, mert pont ebben a vírusos helyzetben. Tehát továbbra is abban gondolkozom, hogy ez a vígjáték, amit majd tavasszal készítünk, ez szabadtéren is mehessen. Most úgy gondolkozunk, hogy azért minden előadáshoz a zene nagyon-nagyon fontos. Szabadtéren nagyon nehéz lenne mondjuk eladni egy Csehovot. Már az is van a repertoárunkban, mert ez egy másfajta koncentrációt igényel, mint amikor csicseregnek a madarak, meg fölöttünk felhők mennek, tehát hogy ez egy szórtabb figyelem, oda könnyedebb dolgok. Bizakodó vagyok, és azt gondolom, hogy idén is sikeres munkát tudunk végezni, mindegy, hogy ez egy osztályteremben, szabadtéren vagy a színház közegében zajlik majd. A lényeg, hogy játszhassunk és szórakoztathassunk, adott esetben taníthassuk a közönséget, mondja Locz Katalin. Az a tervünk, hogy a pandémiát megelőzően megszokott nagyszabású produkciókkal jelentkezzünk idén is, mondta Berlinger Attila, Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, amikor az idei esztendő terveiről kérdeztük. Az intézményben a programok megszervezésén kívül két jelentősebb feladatra készülnek, részben az épület energetikai korszerűsítését hajtanák végre, részben szakmai vonalon a plac ifjúsági tér népszerűbbé tételét tűzték ki célul. Hey! Mi mind ott leszünk, ha örködni kell, és megküzdünk együtt már akárkivel. Ó, igen, erről szó, come on, let it go, ha egységben az erő az jó. Mi mind ott leszünk. Amit most láthatnak, egy részlet a Babits Kulturális Központ tavalyi kínálatának egyik kiemelkedő produkciójából, a Vadakurából. Számos ehhez hasonló programmal készültek a ház dolgozói, és noha sok esetben a pandémia felülírta az elképzeléseket, azért mégiscsak volt születi rendezvény, vagy éppen adventi programsorozat, melyek hozzátartoznak szexárd kulturális életéhez. Mindezzel elégedettek is lehetnénk, mondta Berlinger Attila, értékelve az elvégzett munkát. Olyan programokat kellett egészen márciusig, áprilisig kitalálnunk, amely azért fenntartja a figyelmet, megfelelő színvonalú karanténkoncertek és olyan felvett előadások jellemezték ezt az időszakot, ami azért ugye nem volt egy szerencsés helyzet. Ettől függetlenül abban a reményben terveztük meg a 21-es évet, amely mégiscsak azért vissza tud adni az embereknek szabadtéri programokat, fesztiválokat, olyan színházi előadásokat, amelyeket aztán szerencsénkre május végétől júniustól meg is tudtunk valósítani. Tehát egy nagyon bizonytalan és viszonylag szomorú időszak után azt gondolom, hogy azért csak-csak a 21-es év mégis egy sikertörténet, hiszen egy őszi fesztivál, egy mártonnapi vigadalom, egy nagyon szép és tartalmas adventi időszak áll most már mögöttünk, amiben sok mindent vissza tudtunk adni a másfél éves bezártság után. Az a helyzet, hogy amit átértünk, ad egyfajta stabilitást a szakmai stábnak, hiszen folyamatosan olyan közegben kellett dolgoznunk, amikor bármi megváltozhatott a tervekhez képest, és ezt nagyon jól megtanultuk. Így hát attól, hogy most ismét a járványhelyzet határozza meg a mindennapjainkat, már nem esünk kétségbe, ha át kell szabnunk az elképzeléseket, mondja Berlinger Attila.
Most már köszönhetően ugye azért a nagymértékű átoltottságnak nem kell zárt ajtókkal fogadjuk a vendégeket, és színházi bérlet sorozattól kezdve a moziműsorok, a rendezvények azért több-kevesebb sikerrel, hol nagyobb, hol azért kisebb nézőszámmal, de zajlanak. Éppen ezért úgy döntöttünk a kollégáimmal, hogy ezt az évet már annak a reményében fogjuk megtervezni, mint ahogy a 19-es év vagy a korábbi évek voltak, tehát egy teljes programsorozatot szeretnénk kínálni a városnak. Mi eltökéltek vagyunk abba, hogy legyen pünkösdivar és halünnep, legyen mesefesztivál, legyen újra a régi fényét idéző szekszárdi születi napok, és ehhez méltó programokat is társítunk. Aztán, ha az élet úgy hozza, hogy ezekből megint valamit nem tudunk megvalósítani, hát volt erre most már elég példa az elmúlt években, úgyhogy nem esünk annyira kétségbe, mint 2 éve, meg 3 éve, hanem megpróbáljuk olyan módon újra tervezni akkor, illetve olyan módon elhalasztani azokat az eseményeket, amelyekre hát most már van tapasztalatunk. Emellett 2 jelentős cél tűzött ki az idei esztendőre a ház vezetése. Egyre több olyan forrás nyílik meg, amely ugye energiakorszerűsítéssel, megújuló energiák beépítésével segíti az ilyen jellegű intézményeknek a működését, úgyhogy nekiálltunk egy napelemes pályázat kidolgozásának. Erre minden bizonnyal fogunk is találni forrást, amivel ugye az áramköltséget jelentősen le tudjuk csökkenteni, és ugye hát megújuló modern energiaként akár még vissza is tudunk termelni valamennyit. Ez sok 100 000 forintos megtakarítást jelentene. A másik olyan történet, ami pedig én azt gondolom a szekszárdiak, minden szekszárdinak elmondható, hogy valamilyen módon vágya, hogy a fiataloknak adjunk minél több szórakozási lehetőséget, kulturált és megfelelő helyen. Adja magát hosszú évek óta a piactéren lévő placi épülete, amely hát részben a Covid miatt is, részben egy pályázati fenntartás miatt nem tudta még elnyerni a valódi funkcióját, úgy gondolom. Van még bőven lehetőség. Szeretnénk idén egy tartalmas programsorozatot elindítani, különböző korosztályoknak bálokat, élőzenés koncerteket, nőnapi bulit, egyes eseményekre, akár egy Valentin napi fiataloknak szóló nagyon jó kis egésznapos programot bulival, és azt a talán középiskolás korosztály, de általános iskola felső tagozatát is már ideértve, azt a fajta biztonságos délutáni tartalmas szabadidő eltöltését lehetővé tevő helyet kialakítani, ahova a szülők is nyugodtan el tudják engedni a gyerekeiket, ahol esetleg egy délutáni foglalkozásra várva, egy buszközlekedésre várva, amivel haza tudnak menni a vidéki gyerekek, olyan helyre bejöhessenek, ahol egy biliárdasztal, társas játékok, akár a délutáni, várják őket, akár a délutáni leckét meg tudják írni, vagy csak internet szolgáltatás lehetőségével, ugye telefonjukon, okos eszközeiken tudnak végezni olyan tevékenységet, ami már a mai generációnak teljesen egyértelmű. Alakuljon ki egy olyan hely a városban, amely tényleg akkor ilyen szempontból a fiataloké, könnyen megközelítő hely legyen, és adjunk ennek pluszba hétvégén, az estéken olyan funkciót is, amivel meg lehet tölteni az életet. És akkor úgy gondolom, hogy a kulturális központ, ugye a főépületünk, a művészetek háza, ami elsősorban a magas művészeteké, komoly zenei koncerteké, olyan fellépéseké, a harmadik lába, ami a házhoz tartozik, a plac pedig a fiatalokkal tudja egy kerek egészé varázsolni a kulturális közösségi életet Szekszárdon. Az már bizonyossá vált, hogy az elmúlt esztendőben elmaradt nagy produkciók, mint a Csík Presser koncert vagy a Vadakura második előadása, a tél végén, tavasz elején a közönség elé kerül. Arra is lassan pont kerül, hogy a közönség láthatja majd idén a Robin Hood musical. Az pedig valamikor a tavasz beköszöntélve lesz nyilvános, milyen fellépőkre számíthat a születi fesztivált váró közönség. Egy zenekar, akik idén már a 6 évtizedes fennállásukat ünneplik, és számos elismerést zsebeltek be az évek alatt, ezzel is öregbítve városuk Tamási hírnevét. A Csokonai Vitéz Mihály díjas koncertfúvós zenekar a jeles évforduló megünneplését tűzte ki célul az idei évre. A Tamási koncertfúvós zenekar története 1962-ben indult, mikor néhány tamási polgár elhatározta, hogy létrehoz egy akkor még ritkaság számba menő úttörő zenekart. Nyilvánvalóan itt az elmúlt évtizedekben elég sok változáson ment keresztül. A legutolsó ilyen nagyobb változás az 3 évvel ezelőtt volt, amikor átvettem a zenekarnak a vezetését, és minden ilyen változás,
kicsit azért úgy megviseli a zenekart, nem annyira az ökönömentes, tehát mindig kell egy átalási időszak, amire szükség van. Úgyhogy szerintem ennek az időszaknak most már ugye a végén járunk, igaz, a koronavírus az nem jött jókor, de igyekszünk fejlődni és újabb célokat kitűzni magunk elé. Az elvárások azért nem kicsik, úgyhogy általában a városvezetés, illetve a művelődési központ is és mindig rendszeresen felkér minket, hogy a városi rendezvényeken részt vegyünk, és egyébként nagyon szívesen részt is veszünk, meg el kell, hogy mondjam, hogy hazai közönség előtt mindig nagyon szép dolog játszani nekünk is. Úgyhogy ilyen szempontból élvezzük a hazai közönség bizalmát. Nagyon fontos megemlíteni, hogy itt az elmúlt, azt mondom, hogy 3 évtizedben elég magasra került azért a mérce Markovics Gábor munkássága alatt. Tehát nagyon sok elismerést, illetve versenyeredményt, versenydíjat bezsebelt a zenekar, illetve nagyon, nagyon magas szintre jutott, amit igazából én azt gondolom, hogy kötelességünk lenne, illetve kötelességünk is, hogy tartsuk ezt a szintet, és nyilván emiatt az elvárások is elég nagyok. Úgyhogy ilyen szempontból van rajtunk nyomás, meg nyilván vezetőként rajtam is, de azt gondolom, hogy próbálunk helytállni. Nyilván minden szituáció, meg minden időszak más, és ahogy említettem, azért itt a vírus helyzet is beleszólt a dolgokba, de azt gondolom, hogy tehát olyan erősnek érzem a társaságot, hogy szerintem bármilyen szituációból talpra tudunk állni, és újra tudunk táplálkozni, és újra-újra meg tudjuk ütni azt a szintet, amit mi és a közönség is szeretnének. Az amatőr fúvózene népszerűsítésében végzett kiemelkedett kulturális tevékenységért 2013-ban Csokonai Vitéz Mihály díjat kapott a zenekar. Magyarországi fúvózenei élet mögött van egy szövetség, Magyar Fúvózenekari Szövetségnek hívják, amelynek nyilván vannak vezetői, regionális szinten is vannak különböző vezetők, akik figyelik a munkásságunkat, illetve ugye országos szinten is vannak kiírva különböző versenyek, például idén-nyáron is. Hát egyébként pont majd a fúvós fiesta idejében lesz Sárván, azt szoktak megrendezni egy elég nívós országos versenyt. Hát ezekre nyilván úgy kell jelentkezni, aztán fel kell készülni rá, aztán nyilván ez egy nagyon klasszikus módon működik. Mikor 50 éves volt a fúvózenekar, vagy 55 éves volt a fúvózenekar, minden ilyen alkalomkor csináltunk egy ilyen úgynevezett fúvós fiesztát. Ez egy olyan rendezvény, ami egy teljes hétvégét körbeölel, illetve különböző koncertekkel, illetve vetélkedőszerű rendezvényekkel készülünk. Ez idén sem lesz máshogy. Dátumunk már van, tehát 2022. július 1-én, 2-án és 3-án szeretnénk ezt megrendezni, és egyébként pont a héten ülünk le a zenekarnak a vezetőségével kicsit megtervezni a programot, illetve hogy mit szeretnénk. Nyilván elképzelések már vannak, a forrásnak nagy része megvan, a kis részét még elő kell teremteni. Az mindenféleképpen terve van, hogy egy-két fúvózenekart meg szeretnénk hívni, tehát akikkel együtt tudjuk ünnepelni a mi évfordulónkat. Azt még nem árulom el, hogy melyikek lesznek ezek, elképzelések már ezzel kapcsolatosan is vannak, illetve a Tamási Koncert Fúvózenekarnak is lesz ezen a hétvégén két fellépése. Szeretnénk majd a szombat estére, ami ugye talán azt mondhatjuk, hogy a hétvégének ugye a középpontja, egy olyan kicsit nevesebb előadót meghívni a városunkba, ami így felpesdíteni az egész városnak az érdeklődését, úgyhogy elég nagy szabású rendezvényre készülünk. A kezdet-kezdetén volt időszak, mikor csak 12-en muzsikáltak a zenekarban, de még így is sikerült megőrizni az együttest, noha a tagok száma azóta is változó. Az elmúlt 1-2 év alatt azért volt lemorzsolódás. Azt gondolom, hogy az emberek kicsit el is szoktak attól, hogy próbára járnak, hogy közösségbe járnak,
vagy lehet, hogy egy kicsit fel is értékelődött az, hogy inkább most máshova mennek, lehet, hogy kicsit többet, több időt töltenének esetleg a családdal, vagy barátokkal. Biztos, hogy nagyon sokrétű ez a probléma. Emiatt vannak kiesőink, viszont a jó hír az, hogy mindig vannak új fiatalok, akiket be tudunk vonni a zenekarba. Úgyhogy igazából a kérdésre válaszolva azt tudom mondani, hogy most az állandó létszám, amit a zenekar tud képviselni, az egy ilyen 30 fő. Reményeim szerint a Fúvós Fiesztára, ami nekünk most egy nagyon jó lehetőség, arra egy kicsit megint összerázzuk a csapatot. A városban működő zeneiskola diákjai közül sokan kerülnek be a koncertfúvós zenekar tagjai közé. 98%-ban ez a merítési terület. Tehát ugye itt látjuk azt, hogy melyek azok a fiatal amatőr művészek, akik esetleg úgy gondoljuk, hogy erősíthetik a fúvózenekart, illetve hely tudnak állni. Meg az is egy szempont, hogy aztán hosszú távon hely tudjanak állni. Ehhez azért ugye nem csak zeneileg, hanem ugye emberileg is készen kell állni. 2020. februárjában, még amikor igazán kitört volna Magyarországon a koronavírus járvány, akkor úgy éreztem, tehát voltunk Prágában egy nemzetközi versenyen, ahol elég szép eredményt értünk el, akkor úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon jól összekovácsolódott a csapat. Igazából nem is azt mondom, hogy itt arról az a legfontosabb, hogy zeneileg vagy szakmailag összekovácsolódott, hanem az, hogy úgy, mint társaság. Tehát ez a zenekar pár évvel ezelőtt kiérdemelt egy bizonyos Csokonai díjat, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy olyan közösséget alkot ez a zenekar, ami méltó erre a díjra. És igazából nekem az az álmom, hogy ez a közösség ez így fennmaradjon, illetve újra elérjük azt a szintet, amit akkor Prágában elértünk. Nekem ez az álmom. A nemzetközileg is elismert trombitás Bobán Márkovic szórakoztatta Pakson a lakótelepen a közönséget. A zenész már 7 éves korában megismerkedett a trombitával. Számos zenei díj birtokosa, a muzsikálás családi hagyomány náluk. Apja, nagyapja is elismert trombitások voltak. Világszerte ünnepelt szerb trombita virtuóz Bobán Márkovics elkáparáztatta paksi közönségét. A több évtizedes múltra visszatekintő részfúvós zenekara, a Bobán Márkovics Orkesztra meghódította a világot. A dél-szerbiai Vladicsinhánban él az a 13 muzsikus, akik az elmúlt évtizedben lenyűgözték a közönséget energikus, virtuóz előadásmódjukkal, euforikus koncertjeikkel. Legyen a helyszín Európa bármely országa, vagy éppen kedvenc országuk Magyarország, mert első külföldi koncert sikereik ide köthetők. Hogy valóban nagyon régóta járunk Magyarországra, és kölcsönösen elmondhatjuk, hogy ahogy én tisztelem és szeretem a közönséget, ezt a szeretetet érzem a magyar közönség részéről is, úgyhogy amerre járunk, ez mindig találkozik, úgyhogy örömmel vagyok itt. Hogy ma este elsősorban a Rák nevű CD-nek az anyagát fogjuk játszani a közönségnek. Igazából ez a pandémia idején került a piacra ez az anyag, úgyhogy nem tudtuk kijátszani, úgyhogy örülünk, ha ezt is bemutathatjuk. Bobán Márkovics már fiatalon arról álmodozott, hogy híres trombitás lesz és végigjárja a világot. Bobán nagyapja, a legendás Pavle, a szerbiai királyoknak is muzsikált. Apja úgy szintén zenész volt, így a 7 éves Bobánnal már ideje korán megszerettette a trombitát, mely a mai napig elválaszthatatlan kelléke mindennapjainak.
A zenekara több évtizede Szerbia legnépszerűbb rezes bandája. Ezt a népszerűséget elsősorban a gucsai fúvos találkozókon szerzett díjaknak köszönhetik, ahol mintegy 40 zenekar közül lettek a legjobbak. 1995-ben a Trombita mestere címet is elnyerte, az ezred fordulóra már Európa legnépszerűbb balkáni rezes bandájának az élén állt. Dolgozott Lajkó Félix hegedű virtuózzal is. Neću puno objašnjavati, znači kao i sve. Igazából még titkolóznánk, tehát hogy sok tervünk van, valószínűleg az ősszel tudjuk bemutatni a nagy idei tervet, addig pedig csináljuk, amit csinálnunk kell, vagy mit szoktunk csinálni. Hát nagyon nehéz volt az elmúlt év, úgyhogy alig várom, hogy elengedjük, és hogy eljöjjön az új év, amiben azt kívánom, hogy mindenki legyen egészséges, legyen sok szerelem, legyen boldogság a családokban, mert úgy érzem, hogy mindenkire ráfér. Magunknak sok munkát, sok fellépést kívánok. Šta reći Mađarima? Mađari, szeretlek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!